Sziasztok! Most a kerti szerszámokról szeretnék egy kicsit beszélni. Ezek maradjunk annyiba a kézi szerszámaim. Alapvetően ezeket használom. Ö, ennek jelentős része alapvetően az ás, ez a kis ásó, ez a 10 cm-es ásó. Ő, meg ez a kis kapa, ez a magas ágyáshoz kell. Majd, hogy nem tényleg ezzel a két szerszámmal a magas ágyást csinálom. A többi, az a gajvágó, ez egy mellévágó vágó. Én ezeket szeretem, a pofás vágokat. itt látszik, hogy az, a vágó él, a másik él mellé vág. Én ezt szeretem leginkább használni. Van két nagyon olcsó metszőolló. Ez én nem csak egy ilyen bonszájvágó. Ez a bokrokhoz, füvekhez, füvekhez hát ilyen díszfüvekhez, használom. És van ugye bár a sima metszőolló. Ez a mellé vágó olló, ez is, ezt én szeretem szerintem, ha gondozzuk egy ilyen kis kertbe, ahol nekem van négy-öt fám, szerintem ez bőven elegendő. Ezen kívül használok még, itt uh, lehet látni, ugyebár a szokásos eszközök, van gerebje, horoló, levél, seprű, levél gerebje, ki, hogy nevezi, ez a narancsárga. Ami ilyen extrább, ez, ezt mindjárt mutatom, ez a, ez a, akinek pázsitja van, az uh, tudja, hogy ez és a, 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 hát végül is a különböző szegélyeknél ez egy ilyen egyenesítő alkalmatosság. Lehet ezt már gépesítve is kapni, de mivel nekem nincs olyan sok szegélyem, én ezt használom. Van ö, kétféle ásóm, ö, mindegyiknek, ö, vagy egy, egyiknek dényele van, a másiknak tényele van. Ez a régi ásónyele átalakítva kis ezt szintén az emeltágyásokban használom. Ez kell a sor között, ennél hogy a hosszabb nyél nem kell. Ásóvilla, ez a komposztáláshoz szükséges. Ebből mindig javaslom az ásóvillából, mert ez elég, elég, gyakori használatban van. Én már ásni nagyon a kertben, nem ások, de a komposztot azt, azt viszont kell mozgatni havonta egyszer, kétszer. Én ezt tudom javasolni, hogy ebből vegyétek meg a jobbat. De alapvetően azt marad mondani, hogy Nálam olyan 400 négyzetméter gyep van, gyep felület. Körülbelül 200 négyzetméter az, ami az ilyen bokrokaja, meg, meg, meg virágágyás, meg ilyesmi. Hát és körülbelül maximum szerintem egy olyan 50 négyzetméter a termő terület, amit velén foglalkozok. Ahhoz ez a szerszám mennyiség szerintem bőven elegendő. Ennél többre nincs szükség. Természetesen azért nekem, mivel viszonylag sok sövényem van, van még elektromos sövényíróm is, de az se a legdrágább dolog. Amire én használom, az bőven elegendő. Nekem nem kell profi szerszám, mert nem használok annyi sok szerszám, terület, a területem nincsen. Amit még tudok javasolni, és ezt mondanám, hogy környezetbarát, hát ez a kender kötél, Sokan mondják, hogy mert tönkre megy a nap kiszívja. Én ilyenből most igazából itt tudom megmutatni. Ez egy bugenvilea, itt van átteleltetve, Ez egy tavalyi kötél, de van biztos olyan része, ami tavaly előtti. Hát, hogy mondjam szó. Ha nálam nem eszi meg a kenderkötelet a tél, vagy a nyár, meg van úgy, hogy télen is ezzel van kötve kikölteni még mai napig a rózsa a szöllő. Szerintem ez nagyon hasznos. Ennek egy másik fajtáját, amivel én is találkoztam és megvettem egyik kisebb áruházlánc termékeként, na azt egy év alatt, egy, fél nyár alatt tönkre vágta az uv -sugárzást. Ez évekig használható, újra felhasználható, és utána lebomlik, akár komposztba rakható. Ezt csak merem javasolni, és nem olyan veszed drága, tény és való, kicsit nehezebb vele dolgozni, mint mit tudom én a szőlőkötegelővel, de ez magánkert. Egy szőlészt én teljes egészében megértek, aki megveszi ezeket a gépesített kötelegelőket, de magánkertben én úgy hiszem, hogy törekednünk kellene minél környezetbarátabb, minél környezet tudatosabb eszközök, szerszámok, vagy éppen nem is tudom, kötelek használatára. Röviden ennyi. Köszönöm, hogy megnézted a videót, további szép napot, sziasztok!